Mivel javában tombol a nyár, rengeteg, de tényleg rengeteg kérdést kapok privátban és a Tindigo Szépségreceptek VIP csoportban, és persze a konzultációmon is a fényvédelemmel kapcsolatban, és most a legjobb, illetve leghasznosabb fényvédelemmel kapcsolatos kérdéseiteket gyűjtöttem össze egy videóban, és mindegyiket meg is válaszolom nektek. Sziasztok, Tajti Ildi vagyok, kozmetikus, enyém a Tindigo kozmetikai márka, emellett pedig online és személyes bőrápolási tanácsadást is tartok. Bár már volt fényvédős videóm, meg posztom, mégis úgy döntöttem, hogy a szerintem legjobb vagy leghasznosabb kérdéseket külön egy videóban is megválaszolom. Ráadásul ebben a videóban nem csak a kérdéseiteket válaszolom meg, hanem egy óriási meglepetéssel is készültem nektek. Írtam egy e-bookot a fényvédelemről, ez egy nagyon-nagyon részletes e-book, minden benne van, amit a fényvédelemről tudni kell, plusz extra tartalmak vannak benne, azon kívül is, amit esetleg már olvashattatok a könyveimben, vagy láthattatok a videóimban. Nagyon élveztem a megírását, remélem ti ennyire fogjátok élvezni az elolvasását, és ez az e-book most teljesen ingyenesen letölthetitek, nem kérek érte semmi pénzt. Azt szeretném csak elérni, hogy ez az e-book segítsen titeket ahhoz, hogy a helyes fényvédelemmel megelőzzétek a ráncokat, hiszen 80%-ban a bőröregedésért a napsugárzás felelős, megelőzzétek akár a bőrrákot is, a pigmentfoltokat, öregségi foltokat, és gyönyörű legyen minél tovább a bőrötök. Nagyon szuper kérdéseket kaptam tőletek. Az egyik dolog, amit költséghatékonyság miatt sokan kérdeztek, hogy jó-e a testre való normál nagy kiszerelésű 200, akár 400 millis fényvédő az arcotokra is. Röviden a válasz igen. Hogyha nektek beválik az arcotokon, igazából nincs ilyen, hogy arcra való, meg testre való. Nekem is van testre való fényvédő, amit az arcomra használok. Igen, van olyan, hogy arcra valót ajánlok külön valakinek az arcára, és testre valót külön valakinek a testére, de ez azért van, mert például a testére kémiai fényvédőt ajánlok, az arcára valamilyen ok miatt fizikai, vagy nagyon zsíros a bőre, és akkor egy extrém könnyed kémiai fényvédőt keresünk az arcára, ami milliliter árban magasabb, mint a testre való. Ilyen okok szoktak lenni, de a rövid válasz erre az, hogy igen, ha nektek bevált a testre való az arcotokra, akkor nyugodtan, bátran használhatjátok. Nincs valami sok pénzem fényvédőre, vehettek-e drogériásat? Vehettek! Én leginkább a Rossmannnak és a DM-nek a saját márkás fényvédőit ajánlom ez esetben. Nagyon szép összetevő listások vannak, ott is van alkoholmentes, oktokrilénmentes. Személy szerint én jobban szeretem a dermokozmetikai márkákat, de akinek nincs sok pénze, az így 2000 forintért is vehet egy nagy tubus fényvédőt. Ez egy kedvenc kérdésem. Vettünk tavaly egy fényvédőt, kibontottuk, nem fogyott el. Egyrészt miért nem fogyott el az ötödik tubus nem fogyott, tele a hatodik tubus nem fogyott, erre még visszatérünk, de fényvédőből nagyon sokat kell felkenni. Másrészt a kémiai fényvédő összetevők nem a legstabilabbak. Mindegyiken találtok egy ilyen kis jelzést, hogy 6M, 9M, 12M, az azt jelenti, hogy felbontás után az M betű a MONSZ 6 hónapig, vagy 9 hónapig, vagy 12 hónapig, jó, ez így van, ezt tartsátok be, utána vagy megvéd a fényvédő, vagy nem, ne kockáztassatok, dobjátok ki. Pattanásokat okoz-e a fényvédő? Rövid válasz erre az, hogy nem. Persze, hogyha egy nagyon nehéz zsíros fényvédőt, vagy valami hasonlót választhatok arcra, akkor ha valaki éppen egyénileg érzékeny rá, akkor lehet tőle pattanása, de alapvetően nem a fényvédőtől lesztek pattanásosok, hanem attól, hogy nem jó a rutinotok, nem használtok nyáron kémiai hámlasztott retinolokat, mert jaj, az fényérzékeny, pedig használatok kéne, és inkább jól kéne használni a fényvédőt. Ahol azt látom, hogy rosszabbodik a bőre valakinek a nyári időszakban, ott nem a fényvédőtől szokott lenni, hanem attól, hogy elhagyta a retinolokat, elhagyta a kémiai hámlasztót, mert ő nem tud figyelni a fényvédelemről, nem akar kalapot hordani, ő nem fogja újra kenni, ő nem tudom, és akkor mellette amúgy többet használ egyébként fényvédőt, vagy más fényvédőt használ, mint télen. De ilyenkor nem a fényvédőtől szoktatok leginkább pattanásosak lenni, hanem attól, hogy pontosan az, ami hatna az aknés bőrre, mint a retinolok, kémiai hámlasztók, ezeket úgy, ahogy van, kiiktattátok a rutinotokból. Nem kell egyébként, én is egész nyáron retinolozok, de erre még visszatérünk. Természetesen felelősséggel kell használni. Van erről egy külön videóm, retinolok, kémiai hámlasztók nyáron, ezt mindenképpen
mindenképpen nézze meg, akit ez a téma érint. Ha valaki nagyon aggódik ezen, akkor tud választani olyan fényvédőket, amiket kifejezetten aknés bőrre fejlesztettek ki, főleg dermokozmetikai, de gyógyszertári márkáknak vannak ilyen fényvédői. Ettől függetlenül ilyenkor is rosszabbodhat a bőr, illetve amitől még rosszabbodhat, az a fokozott fagyútermelés, mert a melegben sajnos tényleg több fagyút termel a bőrünk. Jöjjön egy para kérdés, rákot okoz-e a fényvédő? Nem. Erre is azt tudom mondani röviden, hogy nem. Nagyon régen voltak olyan fényvédők, ezelőtt, nem tudom én, 20 éve, 30 éve, amiknél felmerült, hogy esetleg van valamilyen karcinogén hatásuk, nem használunk már ilyen fényvédőket egyáltalán, sem kémiait, sem fizikait. Nyugodtan használjatok fényvédőt, nem a fényvédőtől fogtok rákot kapni, ellenben a bőrrák egészen biztosan korrelál a napozással, a napégéssel, tehát a napsugárzásnak 100%-ig van karcinogén hatása, és bár vannak olyan bőrrák típusok, mint például a melanoma, ahol genetikai háttere is lehet, és olyanon is kialakulhat, aki egyáltalán nem megy napra, ezért is kell az olyan típusoknak, mint én, hogy anyaegyesek, de soha nem mennek napra, szintén bőrrák szűrésre járni, de például a bazalioma, ami a bőrráknek egy másik fajtája, szinte mindig napnak kitett helyeken alakul ki, olyanoknál, akik sokat szoláriumoztak, napoztak, tehát bizonyítottan karcinogén hatása van a napnak, mert DNS kárt okoz. Csípi a szememet a fényvédő, miért? Azért, mert nem bírod, vagy az oktokrilént, ilyenkor megoldás az, hogy keresnek egy oktokrilénmentes fényvédőt, ezekre kifejezetten rá van írva, hogy oktokrilénmentes. De van, aki egyáltalán nem bírja a kémiai fényvédőket, ide tartozom én is, az arcomon nem tolerálom, mert ha felkenem, ömlik a szememből a könny, mert a kémiai fényvédőknek van egy kipárolgás, ami irritálhatja feltételes módban azt, akinek nagyon érzékeny a szeme, vagy az nagyon érzékeny az arcbőre, de ez elég ritka, sokkal ritkább, attól félre, hogy engem pont érint, sokkal ritkább, mint ahogyan azt az emberek gondolnák. Nyugodtan lehet kémiai fényvédőt használni a nyári időszakban, akár rozaceás és érzékeny bőrökre is, ha nem okoz irritációt és nem okoz nektek semmilyen problémát. Akit irritál, az használjon fizikait. A fizikai fényvédőkben mindig cinkoxid, illetve titánium-dioxid van. Ezek ásványi szűrők, úgy működnek, hogy részben elnyelik az UV-sugárzást és ártalmazást, hővé alakítják, kisebb részben pedig visszaverik azt. Ezek között sok fehérre meszelős van sajnos, kisbabáknak 6 hónapos kortól ilyet ajánlok, pár éves gyerekeknek nyugodtan mehet már egy oktokrilénmentes tinoszorbos fényvédő is. Nagyon sok fényvédő ajánlós videóm van, nagyon sok fényvédős cikkem van, nem fogok most tudni mindenkinek egyesével válaszolni a komment szekcióban, hogy te nekem milyen fényvédőt ajánlasz, meg ennek a fényvédőnek az összetevő listáról mit gondolsz, erre nem lesz kapacitás. Muszáj-e 50 faktoros fényvédő nyárra? Nem! 30 faktor is elég lehet, 50 faktor 98%-át szűri ki az UVB sugárzásnak, 30 faktor pedig 96,66-ot. Tehát nincs nagy különbség, inkább arra kellene fókuszálni, hogy sokszor kenjétek, vastagon kenjétek, újra kenjétek, de erre még egyszer visszatérek, mert nem tudom eleget ismételni. Miért ajánl az Ildi alkoholos fényvédőt, amikor alkohol ellenes, és akkor itt mondja ezt a nagy alkohol szöveget, aztán letjükem, hogy ajánlja. Én meg látom ám, hogy miket beszéltek rólam a titkos csoportokban. Bár ezt direktbe tőlem kérdezitek, de mindenhol ott vannak a szemeim, füleim, és minden visszajut hozzám. Azért ajánlok ilyen fényvédőket, mert a formulázásuknál nagyon nehéz őket könnyedre csinálni, és olyan tényleg nagyon-nagyon könnyed formulája csak az alkoholos fényvédőknek van. Ezek tartalmazhatnak 3%-nál több alkoholt, sokszor 3% alatt van egyébként. Azt hozzátenném, hogy 3% alatt a denaturált alkohol, most kifejezetten erről az alkoholról beszélek, hogy vannak zsírakolok, amik hidratálnak, stb. Most a szárító alkoholok közül is a denaturált alkoholról van szó. Tehát 3% alatt a denaturált alkohol nem szokott problémát okozni. Probléma akkor van, amikor valami tényleg nagyon alkoholos. Ugye az összetevő listából sajnos nem látjuk egyébként, hogy hány százalék van benne. De még ha több mint 3% van benne, és valakinek extrém zsírosabb bőre, és lefolyik róla minden, akkor inkább használjon a nyári időszakban egy alkoholos fényvédőt egy 3 hónapig, amíg kánikula van, mint hogy ne használjon fényvédőt, mert a két rossz közül sokkal a kisebbik rossz az, hogy valakinek a fényvédőjében van alkohol is. Nem fogok tudni mondani olyan fényvédőt, amiben nincsen alkohol, és tényleg egy ilyen
extrém, könnyű formula, ami pillanatok alatt beszívódik, egész egyszerűen nem lehet ilyet csinálni, ezért van. Melyik a legjobb fényvédő? Nincs ilyen, mondom, hogy mit ajánlok. Azoknak, akiknek csípi a szemét a fényvédő, ahogy már mondtam, fizikai fényvédőt, 6 hónapos kortól babáknak fizikai fényvédőt, kisgyermekeknek, akik már nem kisbabák, lehet venni egy oktoklilénmentes, alkoholmentes fényvédőt, az már egy teljesen jó verzió lehet. Felnőtteknek egy normál, nagy kiszerelésű, illatmentes, de ha az a mániátok, hogy illatos legyen, itt is azt tudom mondani, hogy inkább használok illatos alkoholos fényvédőt, mint semmiet. Ne legyen kifogás, hogy nincs pénzetek, mert akkor vegyetek egy drogériásat 2000-ért, ugye már erről is volt szó. Tehát az a legjobb fényvédő, amit ki tudsz fizetni, ami nem okoz neked irritációt, amit szívesen használsz, sokszor felkened magadra egy nap, anélkül, hogy idegbajt kapná. Van, aki a színezettet szereti például az arcra, akkor az használja a színezettet. A színezett fényvédő és az alapozók között viszont az a különbség, hogy a színezett fényvédőben alig van pigmentet, azt jó vastagon fel lehet kenni, anélkül, hogy egy maszkos hatást adna, míg egy alapozót nem, ezért az alapozóból annyira keveset kenünk, hogy annak az SPF értékére soha nem szabad hagyatkozni. Tehát, ha azt szeretnétek, hogy valami színetek is legyen a fényvédőtől, akkor mindig színezett fényvédőt választhatok, soha nem alapozót, aminek van SPF értéke. Mit használ? Én nagyon népszerű vagyok, tudom, örülök neki, nem mérvadó, de elmondom. Az arcomra a Clinique Mineral fényvédőjét használom, a Forbadit használom arcra, a 30 faktorosat, mert ugyanannyiba kerül, mint az 50 faktoros kis kiszerelés, teljesen ugyanen az állaga, és az összetevő listája is szinte megegyezik, úgyhogy semmi különbséget nem éreztem a kettő között, a faktorszámban van különbség, de mivel én egész nyáron hordok kalapot is, és egyébként is újra kenem, 30 faktorossal is el vagyok. Testre pedig a Bioderma Photoderm Max Kid sprayt használom. A leggyakrabban ez egy oktokrilénmentes fényvédő, kicsit egyébként fehér réteget tud hagyni. A lábamra, ahol gyorsan szeretek egy hígabb fényvédőt, a Bioderma Photoderm Max sprayt szoktam még egyébként használni, de a lábam a sokkal kevésbé érzékeny, mint a felső testem valahogy, úgyhogy meg szoktam így osztani. Erre mondom nektek azt, hogy ami nektek a legjobb és a legjobban szerettek, lehet, hogy még ilyen is rátok jön közben, hogy a lábatokra már szerettek jobban, mint mondjuk a dekoltázsotokra. Ezt nehéz előre megjósolni. Használok fényvédőt, de nem ér semmit, mert mégis szerettem pigmentfolttal. Igen, köszönöm az ilyen kérdéseket, amit megválaszolhatok. Azért lettél tele pigmentfolttal, mert egy fényvédő sem véd meg 100%-ig. Mit is mondtam? 50 faktoros, 98%-ot szűr ki, 2%-ot nem. Igen, ám, de csak akkor, ha felkened az elvi mennyiséget, ami 2 mg per négyzetcentiméter, tehát testre körülbelül egy 30 millis tubust kéne elkennünk, hogy valóban megvédjen a fényvédő, arcra egy borsonyit, és 2 óránként kellene újra kenni. Még én se csinálom ezt meg. Hát ki csinálja ezt meg? Senki. Különben nem kérdeznetek ilyeneket, hogy tavalyról maradt fényvédő. Nem csináljátok meg, ezért ruhát kell hordani. Rajtam mindig van kalap. Mindig. Nem viszem ki a kutyát, még reggel 8-kor sem kalap nélkül. És nem hordok dekoltáltat sem nyáron, napközben. Ezt az esti időszakra meghagyom. És a dekoltált alatt most nem bimbi villantos ruhákat értem, hanem kifejezetten magas nyakú pólókban vagyok, illetve galléros pólókban. Hogy ne süssön rám a nap, mert én is ismerem magamat már annyira, hogy nem fogom újra kenni. És ha nagyon sokat kín vagyok, akkor még vannak vékony hosszú ingeim is, meg hosszú ingruháim is, tehát eleve védem a testemet ruhával is. Vagy betartom azt, hogy 2 óránként nagyon vastagon újra kenem, ami még engem is tud zavarni nyáron 40 fokban, vagy felveszek hosszú ruhát és kalapot, mert tudomásul veszem azt, hogy a fényvédő nem véd meg 100%-ig. És nem csak az számít napozásnak, hogy mint a tengeri csillag döglötten fekszel a napon, hanem az is napozásnak számít, hogy te kutyát sétáltatsz, reggel gyalog mentél dolgozni, a bicikliddel elmentél a Lidlbe bevásárolni, ez mind napozásnak számít, mert a nap ilyenkor is folyamatosan ér. Illetve még egy nagyon gyakori hiba van, amit elkövettek, hogy kémiai fényvédőknek 20 perc kell, hogy elkezdjék kifejteni a hatásukat a bőrben, és valóban megvédjenek a napsugárzástól. Egy ilyen szép fehér bőrű nő, mint én, az 20 perc alatt mondjuk délben már le is ég. Tehát mielőtt kimentek a napra, 20 perccel be kellene kenni magatokat. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy amíg melltartóban meg bugyiban rohangálok, hogy jaj Istenem, mit akarok felvenni, hogy elinduljak már végre itthonról, meg még eszemet, hogy nem mostan fogad, meg a hajammal is kéne valamit csinálni, meg hol a napszemüvegem, hol a kulcsom, hol a kutya, hol a kakizzacsi,
bácsi, nem tudom, egyebek. Tehát mielőtt nekiállok eznek az őrült körnek, hogy összeszedjem magamat, bekenem magamat még melltartóban meg bugyiban szépen fényvédővel, és akkor mire összeszedem magamat indulásra, arra sajnos el szokott telni az a 20 perc. Ezt javaslom nektek is, a nőtársaimnak. Szerintem sokunknak kell 20 perc, hogy eljussunk az ajtóig. Mi lesz a D-vitaminnal? Hát igen, mi lesz a D-vitaminnal? Egyrészt, ugye jöttek most már hozzám személyes konzira is, ahol nem csak az arcotokat láttam, nem csak az arcotokra küldtök fotót, hanem látlak titeket tetőtől talpig. Le vagytok barnulva. Kezetek, lábatok le van barnulva, sajnos az arcotok is néha. És akkor kérdezem, hogy de a kezed, lábad az miért barna is? Kened? Hát... igen, de az arca amúgy 3 árnyalatta a fejre vagy 5, mert ott jobban aggódik, hogy ráncos lesz, meg foltos lesz, meg nem tudom. Aggódjatok jobban a kezeteken, lábatokon is, egyrészt ezt tudom mondani. Másrészt, hogy bőven elég, ha a kezetek meg a lábatok naponta 15 percet kint lenne fényvédő nélkül, már akkor is termedik D-vitamin. A harmadik, hogy ha bekenitek magatokat fényvédővel, de nem kenitek fel az elvi mennyiséget, amit senki nem ken fel szerintem, főleg testen, akkor már nem 98%-át fogja kiszűrni ez a fényvédő, hanem lehet csak 70%. Vagy 50%-át a napnak, tehát fog termelődni D-vitamin a bőrötökben, fényvédővel is, mert az UVB sugárzásból valamennyit át fog ereszteni a fényvédő, mert vékonyan kentétek, és nem kentétek újra. Ilyenkor is termelik a D-vitamin. Aki pedig olyan hardcore fényvédőző, mint én, vagy ez az egyes fototípus, hogy vöröshajú szeplős egy perc alatt megég, és tényleg soha semmit nem tud menni a napra, vagy napallergiája van, fényallergiája van, erre még visszatérünk egy következő videóban, és emiatt tényleg nem mennek napra. Nekik nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a nyári időszakban is ugyanúgy pótolják a D-vitamint, mint az őszi időszakban. Magyarul szedjünk D-vitamint. Én egész évben ugyanannyi D-vitamint szedek. Ez egy nagy hiba, amit még látom, hogy elkövettek. Télen beszeditek a 4000 egységet, vagy akár 6000 egységet, amennyire szükségetek van ahhoz, hogy egy ideális D-vitamin szintetek. Ezt egyébként évente egyszer érdemes lenne megmérni. Nyáron pedig lecsökkentitek ezt 2000 egységre, miközben nem voltatok nyaralni, nem is mentek nyaralni, majdnem, hogy barlangban laktok, vagy ha nem is barlangban, home office-ban töltitek a nyarat, utáljátok a meleget, este 10 előtt nem mentek ki az utcára, nem fog D-vitamin termelődni. Tehát ugyanannyit kellene ez esetben szedni nyáron, mint télen, én egész évben ugyanannyit szedek. Egyébként a GAL D3K2 Fortét ajánlom, én mindig beméretem a D-vitamin szintemet rendszeres időközönként, és ezzel volt tökéletes. Más készítménnyel meglepően alacsony volt annak ellenére, hogy szedtem a 4-6000 egységet. Barnuláshoz mondja egy jó fényvédőt. Imádom ezt a kérdést. Ha barnultok, az már a bőrkárosodás jele. Jönnek a pigmentfoltok, a ráncok és minden egyéb. Nincs olyan, hogy egészséges barnulás, ha csak nem önbarnítótól barnultok, amiről egyébként van egy videóm már, azt nézzétek meg. Abban elmondom, hogy működik, hogy kell felkenni, stb. A napolaj az a legrosszabb, vagy napozás segítő, vannak ezek a 6-faktoros napolajak, meg én nem kenek magamra kemikáliákat, ne zavarja, hogy minden kemikália, a víz is, meg a levegő is. Nonsens, hogy nem tanulok se biológiát, se kémiát, mindegy. És akkor kókuszolaja, meg kakaovaja kenegeti magát a strandon, hogy ettől milyen szép barna lesz, és ez közben megvédi a fénytől. Nem véd meg a fénytől, nem véd meg a káros UV-sugárzástól, nem véd meg semmitől. Azért barnulsz vele úgymond szebben, ha éppen szerencséd van, és nem égsz vele szanaszéjjel, mert úgy töri meg a napsugárzást maga az olaj szemcse, hogy még mélyebbre bevezeti a bőrbe, tehát jobban tudsz vele valóban barnulni, jobban tudod a melanin termelést serkenteni, miközben az olaj az nyugtatja a bőrt. De ettől még ez borzasztóan káros, és a barnulást segítő naptejek, ez nonsens. Azért használunk naptejet, hogy ne legyünk barnák. Barnulsz egy fényvédővel, akkor rosszul használod ezt a fényvédőt, és barnulást ígérő naptejeket pedig egyáltalán ne vegyetek. Én azokat betiltanám. De tényleg nem szabad. Ugyanúgy tele lesztek tőle pigmentfolttal, napkár, DNS-kár, bőrrák. Ne használjatok ilyeneket, ne is vegyetek ilyeneket, pláne ne használjatok olajokat a strandon. Ha tetszett nektek ez a videó, és érdekesnek találtátok, akkor most készültem nektek egy meglepetéssel is, egy ingyenes e-bookkal, ez az én ajándékom, hogy megőrizzétek a bőrötök szépségét, ezt le tudjátok tölteni a videó alatti linken, megadjátok az e-mail címeteket, és elküldjük nektek, ez tényleg ez az én ajándékom, remélem, hogy nektek is nagyon fog tetszeni. Kommenteljetek, ha van kedvetek, kíváncsian várom őket, aztán találkozunk jövő héten ugyanitt. Addig is iratkozzatok fel az Instagramunkra, a Tindigo néven megtaláltok, a Tindigo szépségreceptek VIP klubban tudtok kérdezni, és emellett nyomatok egy thumbs up-ot, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, hogy találkozzunk jövő héten ugyanitt. Sziasztok!